Jó napot kívánok, tiszteltel köszöntünk mindenkit. Külön szeretettel köszöntöm körünkben Szabó Zsoltot, aki a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak az államtitkára, és Kóczi Nándort, aki a Nógrád megyei közgyűlésnek az elnöke, végül, de nem utolsó sorban Simon Tibort, aki a kormánypártoknak a polgármester jelöltje. Alapvetően szimbolikus jelentősége van, hogy Szabó Zsolt államtitkáról kedves barátunk, barátom, elég régi munkakapcsolat köt össze, hogy ő volt az első kormányba tevékenykedő ember, akit meghívtunk a kampányba. Tekintettel arra, hogy hát egyrészt elég régi munkakapcsolat köt össze, másrészt pedig hát miután ő 60-nak az országgyűlési képviselője, pontosabban 60 és térségének az országgyűlési képviselője, én pedig Salgótelen és térségének, nyilvánvalóan a múltban nagyon sok olyan projekt volt, ahol közösen kellett fellépnünk, lobbiznunk, érdeket érvényesíteni, és azt gondolom, hogy ketten mindig erősebbek voltunk, mint hogyha külön mentünk volna. Ennek is köszönhető, hogy a 21-es főközlekedési útnak a négysávosítási programja az felgyorsult, és hát néhány hónappal ezelőtt tulajdonképpen közel 10 kilométeres szakasz átadásra került, de természetesen dolgozunk azon, hogy a további szakaszok is megvalósuljanak, és hát most már tényleg itt vagyunk a siker kapujába. Reményeink szerint nem sokára a közbeszerzési eljárást is le fogják tudni zárni, kiválasztásra kerülnek majd a kivitelezők, és hát Heves megyében még egy szakasz van, ami még várat magára, hogy ott megoldjuk a négysávosítást. Nógrád megyében pedig Pásztól, így Szurdapüspökitő Pásztóig, majd Pásztótól Mátra Szőlősig két szakasznak a négysávosítási programja fog elindulni, és természetesen készítjük elő a következő még két ütemet, ami érinti Nógrád megyét. Emellett még az Agyva projekt is összeköt minket természetesen, mert ebbe is közös volt a fellépés, és egyéb más, elsősorban az ő szakterületéhez, a minisztériumnak az illetékességi köréhez tartozó számtalan olyan kérdés, amelyben azt gondolom, hogy mind Nyugat-Heves, mind pedig Kelet-Nógrád profitálhatott. Hál' Isten, nagyon sok olyan fejlesztés sikerült közösen elérni, megvalósítani, szolgálta ennek a térségnek, ennek a városnak az épülését, és hát mint ahogy mondtam, szimbolikus jelentőséggel bír az ő meghívása, ezt tervezzük a jövőben is, hogy azt a munkát, amit tulajdonképpen közösen elindítottunk, azt jó értelemben és jó irányba tudjuk továbbvinni. Úgyhogy meg is kérném az államtitkár urat, hogy kicsit a múltról, jelenről, legfőképpen pedig a jövő lehetőségéről mondjon néhány szót. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. A mai sajtótájékoztatón Becsó Zsolt kedves barátom már sok mindent összefoglalt. Egy dolog biztos, 60 Salgótarján az egy gazdasági tengely. Mindig is az volt. Ez az aktív tengely, ez főleg a 90-es évek elején nagyon élt. Közös útrendszer, közös közlekedési rendszer, közös cégek, közös gazdasági tevékenység, nagyon sok hasonló dolog köt minket össze. És ez most nagyon aktuális, főleg a 21-es út megépítésében és más egyéb témákban. A munkahelyteremtés az közös ügyünk. Salgótarjánból nagyon sokan járnak ma is 60-ba és a környékére dolgozni. Épp a Bossal most folytatunk tárgyalásokat olyan közös ipari üzemrendszer kialakításán, ahol magyar beszállítók vannak. Jelen pillanatban talán annyit röviden, hogy a Bossnak 10% ma a magyar allokációja beszállítói szempontból, fejlesztésekre törekszik, folyamatosan fejleszt, növeli a létszámát is, és 30% magyar beszállítói allokációt kíván bevállalni a kormány felé. Ha ez megtörténik, akkor ebben mindenképpen Salgótarjának is szerepe van, és a jövőben is szerepe lesz. Nagyon sok területen dolgozunk együtt, és ha szabad, akkor egy kicsit a munkáról beszélgessünk. Az elmúlt időszakban a környéken is sok fejlesztés történt. Utalok itt a nagybátonyi középiskolák, általános iskola és óvoda fejlesztésére, energetikai fejlesztésére, és ne felejtsük el, hogy az államtitkárság nemrégen zárta le a Keopos pályázatokat, ami az előző Európai Uniós ciklus pályázatai. A cél az, hogy olyan önkormányzatok és közintézmények számára elérhető gyors pályázatokat tudjunk végrehajtani és tudjunk megvalósítani, ami egyrészt költséget takarít, kiadást takarít meg a különböző településeken, másrészt a közintézményeinket javítja. Hogy mekkora volt az a teljesítmény, amit elvégeztünk az elmúlt időszakban, másfél évvel ezelőtt még úgy nézett, hogy 300 milliárd forintot bukunk. Ennyi Európai Uniós pénzt nem tud a KEO felhasználni, ennek mind megtörtént a felhasználása. És hogy ezt miért mondom, mert most jön a mondani valómnak a lényege és a java, van mire támaszkodni. Tehát az asztalra már
az államtitkárság tett le. Tehát amit lehetőséget szeretnénk önöknek fölvázolni, az a jövő kép és a jövő szempontjából nagyon fontos. Ez az utolsó olyan Európai Unió ciklus, amikor pénzt kapunk, fejlesztési pénzeket nagy mértékben. Salgótarjánban nagyon sok teendő van még. Erről Simon Tibor polgármester jelölt úr majd nyilván bővebben fog beszélni, de nagyon fontos, hogy úgy tudjunk együtt dolgozni egy olyan csapatjáték és csapatmunka keretében, amivel építeni tudunk jövőt, közintézményeket felújítani, beruházni, általános iskolákat, óvodákat, a városnak azt a tendenciáját, amelyik az elmúlt 15-20 évben nem jó irányba mutatott, és ebbe azt kell, hogy mondjam, hogy minden önkormányzati időszak bele tartozik, azt megfordítjuk és egy teljesen a fejlesztés irányába vigyük. Meg kell nézni, hogy 60 az elmúlt időszakban mennyit fejlődött. Csak azért mondom ezt a párhuzamot, sosem jó párhuzam, főleg amikor egy megyei jogú várossal teszünk egy ilyen párhuzamot, de csak azért mondom, hogy a munka eredményét mennyire lehet látni, és az, amit mondok, az mennyire valós. A következő időszakban a területi operatív programban, a KEHOB-ban, vállalkozásfejlesztésben olyan pénzek lesznek, amit hogyha 3 éven belül nem tudunk elérni, akkor utána már nem lesz módja a Salgótarjának ezt pótolni. Nagyon nagy a tét. Olyan súlypontja és tétje van most, hogy egy olyan városvezetés alakuljon ki, aki a kormányzattal együtt tud dolgozni, ami a város jövőjét mindenképpen előrevetíti. Óriási a lehetőség is egyben, tehát egy alapanyagként kezelve Salgótarján, tehát egy olyan lehetőségként, ahol fejlesztéseken nagyot tudunk előrépni, óriási lehetőség van előttünk. És hogy néhány dologra hagyjuk konkrétan önöknek, itt van például a kórház, mint jó példa, amely a KEHOB-ból már megindult fejlődeni, új CT lett a városban, új röntgeneket hoztunk, energetikaiak felújítottunk, mi ezt a munkát szeretnénk folytatni, és ebben maximálisan biztosítom. Mint Tibort, aki azt látom, hogy alázattal tudja szolgálni a környezetét, és alázattal tudja építeni a városát, mint pedig országgyűlési képviselő urat, Becsó Zsolt urat. Zsoltán egyébként tényleg nagyon jó kapcsolatunk, harcostársak vagyunk, együtt tudunk dolgozni. Ezt az energiát, ami bennünk van, ezt a jövőt illetően mi Salgótarján is szeretnénk megtenni, és ezért szeretnénk azt kérni az itt élőktől, hogy gondolják át ezt a lehetőséget, és támogassák Simon Tibornak az indulását és a politikai pályafutásának a tetőzését, ha szabad így fogalmazni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, államtitkár úr! Én is fogunk ezzel a lehetőséggel, amit most felajánlott Salgótarján számára. Azt gondolom, hogy Salgótarján esetében azért egy kicsit tekintsünk vissza a múltra. A KEHOB-ból jelentős beruházások voltak, hiszen a hulladékrekultivációs, illetve a hulladékgazdálkodási program 6,5 milliárd forintos összegben valósult meg az elmúlt időszakban. De épületenergetikai beruházások is történtek szép számmal, elég ha csak a kórházra, illetve a munkahelyi központokra gondolok. Ezen a tanulatokban mindenképpen tovább kell haladni, és meg kell nézni, hogy a topos forrásokat hogyan lehet a város hosszú távú érdekeit figyelembe véve felhasználni. Mai napon egyeztettem államtitkár úrral a KEHOB-ban lévő lehetőségekről is, és megállapodtunk abban, hogy gyakorlatilag a város közintézményeinek épületenergetikai felújításához a kormányzat részéről a támogatás a jövőben megnyílik. Azaz az óvodáknak, az iskoláknak, az egyéb közintézményeknek az épületenergetikai felújítását meg tudjuk kezdeni. De a legnagyobb problémát sem kerültük el a megbeszéléseink során. Országos hír volt pár nappal ezelőtt, hogy Salgótarjánban 3000 lakásban nem volt fűtés. Tudjuk jól, hogy Salgótarjának az ivóvíz hálózata is borzasztóan elöregedett, nem csak a tápfő hálózata. Nap mint nap csőtörések vannak a városban. Ha útfelújításokban, járdafelújításokban gondolkodunk, nem megkerülhető, hogy mi van a felszín alatt. Úgy utakat felújítani,
hogy egy hét múlva vagy két hét múlva újra bontani kell, mint oly sokszor megtapasztaltuk, mert az alatta lévő csővedeték eltörik, és ugye a víz az utat tör a felszínre, nem szabad. Éppen ezért kértem államtitkár urat, hogy legyen abban segítségünkre, hogy a Salgótarjáni ivóvízhálózat teljes rekonstrukcióját el tudjuk kezdeni. Azt tudom ígérni, hogy február 29-én megválasztásom esetén ez lesz az első olyan intézkedéscsomag, amit kérésként az államtitkárság felé meg fogok fogalmazni. A jövőre nézve tehát a lehetőségek nyitottak. Én abban kérek minden Salgótarjánit, hogy gondolkodjunk együtt, fogjunk össze, és cselekedjünk közösen. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok én is mindnyájuknak. Én arról szeretnék csak pár gondolatot megosztani önökkel, ami előttünk áll, és ami a tétje ennek a választásnak. Délelőtt folyamán államtitkár úr a megyei önkormányzat vendégeként tudott találkozni olyan civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, illetve önkormányzatok vezetőivel, akikkel meg tudta osztani azokat a jövőbeni elképzeléseket, jövőbeni lehetőségeket, amikre pályázati forrás nyílik az államtitkárság felügyeletével. Ezek az ő államtitkárságához tartoznak. És amiről akarok szólni, vagy szeretnék szólni, az, hogy a megyei önkormányzat, aki koordinálja a top forrásokat, illetve a városi önkormányzat, aki szintén a városi top forrásokat koordinálja, az összefogásnak a szükségességére szeretném fölhívni mindnyájuknak, mindenkinek a figyelmét, mert hogyha összefogunk a megyei önkormányzat, a városi önkormányzat, a települések, összefogunk az országgyűlési képviselőkkel itt a megyében, illetve a kormányzat képviselőivel, és olyan lobbit tudunk kifejteni, amire igazán szüksége van ennek a városnak, ennek a megyének, akkor tudunk igazán célba érni. Ha közös hangon beszélünk, ha egy szót értünk, akkor tudunk igazán sikeresek lenni. És erre hívnám föl mindjártnak a figyelmét, hogy támogassák a kormányzatot, támogassák a megyei önkormányzatot, a képviselő urat, és támogassák február 28-án mindjárt Simon Tibort, a Fidesz-KDNP, a kormánypártok polgármester jelöltjét, mert így együtt sikeresek tudunk lenni. És akkor biztosan győzelemre tudjuk vezetni Nógrád megyét, illetve Salgótarját. Köszönöm szépen!